Helúzia, szevasztok! Magadtam! Elnézést kérek egy nagyon pici késéssel. Picit nagyobb adag kaját sikerült magamnak bekészíteni, mint amit adott idő alatt meg tudtam enni. De tudjátok, hogy ezt milyen ennem kell, mert két óránként felsírok. Hogyha nem vagyok rendesen etetve. De most már jól vagyok, úgyhogy hello, hello, hello. Szia, Narnia! Mizu, mizu, mizu! Hogy, mint apa fej? Megjött Eszti mama. Gyors megtakarítom a szemeimet, hogy lássak is valamit. És már készen is állok. A nagy csatára. Meg vagyok, köszönöm szépen. Kedden sikeresen meghúztam megint a hátamat, pedig addigra már egész jó volt. Úgyhogy kezdődött előre a folyamat. Meg vagyok, maradjunk annyiban, meg vagyok, köszönöm szépen. Ülni hozamosabb ideig nem nagyon tudok ebben a székben, úgyhogy nem lesz túl hosszú a mai live sem, de igyekszem. Szevasz, hello! Hello, hello, hello! Fel van gyerekek frissítve végre a nyeremény versenylistánk. Az e-havi választható nyeremény, ugye a másik kettő mellett, ami volt előző hónapban is, a kóstolós meg a csípős csirkeszárnyas mellett az összekötött kezes fűzés. Úgyhogy a győztes ez a három közül választhat majd. Megvan a hátam, köszönöm szépen, Shadow, a kedden megint... Szia, Leila! Köszönöm szépen! Megvan a jó kávé, megvan, köszönöm, köszönöm! Megvan a hősiesen, hogy beszólítottam kicsit délután, mert ugye le kellett pihennem, aztán be is szólítottam a cicával. De a hátamat intenzíven érzem, hogy van, kedden megint meghúztam ugyanazt az izomköteget, úgyhogy kezdődik előről a hajbi-lajbi, de hát van ez így, srácok, aki öregszik, az így jár. Hát ez az, hogy még úgy érzem magam lelkileg, mintha 18 éves lennék, de a testem már nem bírja az ugrándozás, Narnia, úgyhogy tudom, 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 fiam, tudom, van ez így, majd óvatosan mozgok, majd megszokom, hogy nem szabad mozogni. Ez az. Bekajáltam, srácok, az egy kis nem pár percet, kicsit több kaját készítettem magamnak, mint amit hittem, hogy megbírok enni idő alatt. Az szép, Shadow, az szép. Igen, Roli bá, szia, szia. Frissítve van a lista. Frissítve van a lista. Kérlek szépen, frissítve van. Mújság van egy Laila, azért van, nem láttalak, anya, hogy mit drága. Szia, magyar! Hello, hello! Köszönöm szépen, mag vagyok, el vagyok. Gyógyulok. Gyógyulok. Kedden megint meghúztam a hátamat, kérlek szépen ugyanazt az izom csomót, úgyhogy kezdődik előről a dolog. De ahhoz képest egész jól vagyok. Egész jól vagyok. Már tudom, hogy tartsam magam, meg ilyenek, úgyhogy... Úgyhogy haladok. Csak oda kell figyelnem, hogy az én koromban már ne hírkonckodjak, és minden oké lesz. Veled mi újság, magyar? Hogy vagy? Fáradtan? Ajaj. Akkor jó pihenés neked, remélem most már bírsz pihizni, csajszi. Kávézzel te is? Kávéz velem! Kávézzatok velem, srácok! Mindenki gyom kávét. A kávé az jó. A kávé finom, a kávé különleges. Tessék kávézni. Oh, Leila! Anya! Hát tanulj az én hibámból! Ne tessék virgonckodni! Az biztos, ne, fájós háttal, derékkal, ilyesmi, azt pihentetni kell, azt muszáj. Egyébként annyit csináltam csak kedden este, amikor bekúsztam megint a hátamat, hogy nyúltam a párnámé, hogy na majd megigazítom egy kicsit, mert rosszul állt, és így. Faszom. Nem vagy öregebb, drágám. Csak zamatosabban érett. Ennyi. Tudod, mint a jó bor, meg a jó sajt. Mi érünk, drágám. Nem öregszünk. Te már finomabb vagy, mint én. Maradjunk ennyiben. Mit szólsz hozzá? De azért csak óvatosan. Jobbulás neked mi hamarabb. Én átérzem a fájdalmat. Maradjunk ennyiben, drága. Átérzem a fájdalmat. Ha tudtok szerezni, vegyél ilyen melegítő tapaszt. Isteni! Isteni!
az életem... Ó, oh, anyád, ez nem sikerült. Az életemet menti meg, anélkül nem élném túl a napokat. Élet az akasztófára! Figyelj, az legalább gyors halál. Azzal nincsen semmi baj. Az, az gyors halál. Kollégájától elkapta a Covidot, de semmi tünete sincs. Akkor a szerdán tudta a teszt eredményét, hogy pozitív. Ó, oh, magyar, az szép. Mázli, mázli. Hát, mi hamarabbi Covid-mentességet a kis családnak. Köszönöm szépen, Rolibá, neked meg jó buszozást, kitartást. Képzeljétek, srácok, Rolibának végre hosszú hétvégéje lesz. Itthon lesz minimum 3 napot, mert lehet, hogy hétfőn dolgozik, de az is lehet, hogy 4-et. Úgyhogy a hétvégénk az, hú, de jó lesz a hétvégénk, srácok. Júj! Ne, úristen. Úristen. Férfi nátha, az a legrosszabb. Mi hamarabbi jobbulást. Istenem, cigabiga! Remélem csak megfázás, vagy valami influenza, vagy ilyesmi, bár mondjuk az is borzalmas. Amikor egy férfiben van fáza, annál rosszabb nincs a világon. Remélem nem Covid. Az a vicces, hogy az itthoni lázmérő nem mutat semmit, bemegy a munkáboltnak 38 felettük mérnek a táblázmérő. Ha ilyen digitális izé fos, az... Az ilyen no comment. 24, akkor te mehetsz ezért. Már van 500 pet charmom, úgyhogy egyszer se fightoltam azé battle pet témerekkel. Homokláza! Várjál, én tudom, hogy mi baja van. Szegénykinek Mungus Undurusza van. Ugye? Mungus Undurus. Az a legrosszabb. Akkor mozogni se tudná, hogyha annyi lenne a testőmérséklet. Dobják ki ezt a hőmérőt a kukába. Lol. Vicc kategória, hidegből mész be és rögtön mérnek, és nem hordasz sapit, akkor tuti nem fog 36 fokot sem mutatni. Ennyi. Az akkora hülyeség, hogy az valami hihetetlen. Akkor legalább ez a fülbedugós lenne már az is valami, hogy ez a belső fül a hőmérsékletét méri. Nem is jártam úgy, hogy van már két darab hagyományos hőmérő 39 fokot mért. Régebben egyébként 36,5 fokot mértek már. Hát figyelj, hogyha valakinek, egyébként nem tudom, hogy érzi magát csiga. Tehát, hogyha egyébként jól van, és ugye az otthoni hőmérővel, tehát normál, higganyos hőmérővel mértek normál testhőmérsékletben, meg 38 felettit mér, az lehet az. Az a baj ezeket a digitális hőmérőkkel, hogy ezt minden nap kalibrálni kell. Mert különben nem jó. És ha nem kalibrálják jól, akkor ugye nem is mér jól. Hamarad, 42 fokot, az szép, tehát az agylágyulás szintje. Ah, igen, tényleg érintésmentesnek kell lenni, ez igaz. Hát, de ez így meg baromság. De neki nem sok értelme van. Különben is, hogyha valaki lázad, ugye valaki lázas,
És szia Mika, hello drága, hogy mint? Ugye, hogyha valaki lázas és izzad, akkor a bőrén a hőmérséklet alacsonyabb, mint effektíve a testében, mert ugye az izzadság az hűt. Tehát innentől kezdve a homlokhőmérő megint nem jót mutat. Úgyhogy... mik vannak még itt? Van még egy... Nem vagyunk beoltva magyar, mi még nem tartozunk abba a kor kategóriába, akit oltanak. Jelenleg most az 50 fölöttieket oltják. Még mindig a tanárok ilyesmi is sorra vannak, nagyon-nagyon lassan haladok az oltással. Az a terv, amit eredetileg kitaláltak, hogy na majd ezt fogjuk követni, az így közelébe sincsenek egyébként. Recepción is kezeltem a hőmérőt, és akik sapi nélkül jöttek be rende, alig voltak 36 fokosok, ami nyilván... Ez így van, tehát az hülyeség. Az hülyeség. Akkor legalább egy olyan bőrfelületen kéne mérni a hőmérsékletet, ami nincsen kitéve a kinti hidegnek. Vagy várni 10 percet, amíg felmelegszik az ember, és ennyi. Ennyi, így van. Tehát itt, főleg Narnia olt rendesen, úgyhogy abból a szempontból igen, be vagyok oltva. Főleg amióta meghúztam a hátamat, azt Narniának ez nagyon tetszik. Így vagyok esztima ma. Szépen mutatta a 35-öt, ennyi. Ennyi. Vagy nem homlokon, vagy pedig várni legalább 10 percet, amíg felmelegszik az ember normál szobahőmérsékletre. De hát tudjátok, ehhez már egy kis ész kellene. Egy 38-as. Jaj, képzeljétek, srácok, tegnap voltam állatorvosnál Rújtyával. Aki most itt ücsörög mellettem, kis bolond macskám. Nyakon, vagy karon, vagy mellkason, vagy valami tényleg, ami nem hűl ki a kinti levegő miatt. Figyelj, egyébként aki, de mondjuk az a baj, hogy azért tünetmentesen is lehetsz beteg. Érdekes, mondjuk annyiban, hogy ez így elég érdekes. Hát Rújcica tegnap előtt este, hát igazából az már majdnem hajnal, ilyen 3:30 körül a balhéba keveredett. És valami megharapta a bal hátsó lábát. És hát ugye felszaladt a szobába, meg minden, aztán befeküdt az ágy alá, és ott aludt egészen, nem tudom, majd olyan 11-ig. Akkor tájt jött le, amikor Roli ment dolgozni, és akkor láttuk, hogy biceg. Előtte én benéztem hozzá az ágy alá nagy nehezen, de akkor el volt nyújtózkodott, nem csinált semmit, és láttuk, hogy biceg nem használja a bal hátsó lábát, meg be is van neki tagadva, meg minden. Úgyhogy vártam egy picit nézni, hogy egyáltalán használja-e később, meg ilyenek, meg akartam nézni, hogy mennyire sebes, meg ilyenek. Hál' Istennek komolyabb sérülés nincs rajta, mert vért nem találtam sehol, meg effektíve a lábán sem volt semmi. De egy nem használta a lábát, mert volt tagadva, hogy minden, úgyhogy rögtön hittem az állatorvost, azt mondta, hogy hát igen, jobb lenne, ha behoznánk, mert nem lehet tudni, hogy mi van. Hát a dokinének nem nagyon engedte, hogy nézegesse a lábát, úgyhogy... nem sikerült megtalálni a tényleges harapást. Vannak rajta horzsolások, és az is lehet, hogy effektíve nincs is rajta harapás, mert vér nem volt. De kapott antibiotikumokat, kapott fájdalomcsillapító szurit, meg van itthonra is neki gyógyszere, meg minden, úgyhogy most 2 hétig figyelni kell a cicát. Azt mondta Doki, hogy ha megharapták, akkor 90% hogy tovább fog neki tagadni, meg begyullad, meg ilyenek, úgyhogy nagyon oda kell rá figyelni, hogy mennyire meleg a tappancsa, meg hogy gennyesedik-e, meg hogy látunk-e rajta ugye a szőrén nedvesedést, meg ilyenek, úgyhogy ja, még egy pár napig lehet izgulni Rújcica miatt, viszont jó hír, hogy ma már használja a lábát. Úgyhogy az már egy pozitív. Most én nem tudom, hogy a fájdalomcsillapító hatott-e, és azért használja rendesen, vagy pedig tényleg jobban van a lába, és tényleg csak egy kis zúzódás is amiatt volt bedagadva, de ten a elég rendesen be voltunk parázva, az biztos. Elszakadt egy izma! Az durva!
De hát elméletileg ilyesmi sérülése neki nincsen, mert az állatorvosnál is már fölugrott az asztalra. Ami ugye azt jelenti, hogy tudja használni, csak igazából nem nagyon akarta használni. Úgyhogy azt mondta Doki néni, hogy elméletileg minden kóser, valószínűleg csak harapásról van szó, de oda kell rá figyelnünk. Most pár napig kapott egy brutál erős antibiotikum szurit, amilyen 2 hétig kitart, úgyhogy azt mondta, hogy ha netarántán mégis gyulladás lesz, az elméletileg legyőzi majd, és nem lesz gond, de meglátjuk, meglátjuk. Úgyhogy tegnap volt para rendesen, srácok, maradjunk annyiban. Azért a hajnali 3-4-kor azért arra ébredek, hogy üvölt a macska, meg hallom, hogy bedurran ugye a cica hajtón, és oh my god! Úgyhogy szaladtunk le Rolival, már Roli szaladt, én meg totyogtam utána le a földszintre, de az nagyon durva volt. Utána megláttuk, hogy nem használja a lábát, és szegény Roli ugye ment dolgozni, tegnap is pont délután dolgozott, tiszta parában volt egész délután, amíg várta, hogy kapja a híreket, hogy mi van a macskával. Beszorul valahol a lába, és beparázik, rángatózni kell ezt, hogy kiszabaduljon. Hát hál' Istennek ilyesmi egyik cicámmal se fordult még elő soha. Szia Antik! Hello, bello, bizú is! Hogy mint? De, ja, hát ugye amióta itt vannak nálunk, ez most már 2,5 éve, ez az első sérülése igazából. Egyszer volt a fületövénél egy seb, az lehetett vagy karcolás, vagy esetleg egy harapás, de az tényleg mire megtaláltuk, az már csak egy pici seb volt, tehát be volt száradva meg minden. De amúgy hál' Istennek komoly sérülése nem volt, pedig elég sokat balhézik, ugye nagyon sok macska van itt a környéken, ugye kertvárosban lakunk. Úgyhogy van cica balhé bőven, de hál' Istennek semmi komoly baja nem volt még a cicának. Most gyors le is fogom élő fán. Kis bolond cica. Mondjuk, ha volt harcolja, akkor az verekedés volt. Igen, ez 99% hogy verekedés volt. Elég jellegzetes macskaüvöltés volt. Tudjátok, milyen hangokat adnak ki a macskák, amikor verekednek, úgyhogy nem fogom utározni. Épp le vagy szedálva, Antik, tehát miért? Mi történt? A bonsoir! Azt mondod? Szevasztrató! Mizu, hogy mint? Cuki vagy! Szia, Pituka! Hát körülbelül 1000 éve, de szerintem van már 1001 is. Hát mi újság veled, hogy mint drága? Nem mondod, Antik, hogy te is? Leila is ma húzta meg a derekát. Gyerekek, én tudom, hogy birka természetű minden ember, ez ugye benne van a génállományomban, de a hülyeségben ne kövessetek, légy szíves, tehát éppen tanuljatok. Ezért tanuljatok a hibámból, ne! Ne! Please! Nem már, gyerekek! Hülyeségben ne kövessetek, légy szíves! Tudjátok, az okos ember más hibájából, a hülye a sajátjából se. Nem már! Én kedden még egyszer meghúztam az a hátamat, most akkor ti is kétszer fogjátok? Olyan bolondok vagytok, jobbulást neked is, Antik! Jézus Máriám! Ó, én imádom a francia nyelvet, Strató, csak lusta vagyok leülni, tanulni. Maradjunk a magyarnál, drága, maradjunk a magyarnál, jó? Nagyon cuki vagy. Maradjunk a magyarnál, léci. Magyar only chat, maradjunk ennyiben. Eszti meg félig hunglist beszél, de igyekszem. Na, mit akartam mondani? Nem tudom. Agyhalott vagyok még mindig. Onni magyar, igen, onni magyar. Kedden estére megfárult, tegnap reggelre jobb lett, aztán tegnap estére bedurult. Jobbulás neked, átérzem a fájdalmat, maradjunk ennyiben, neked is. Ha tudsz, szerezd be ilyen melegítő tapaszt, életmentő. Engem azt tart életben, és ezt szó szerint értsétek, srácok. El kéne mennem a bankba, tele van a tatyó minden szarral. Kéne pakolnom a húsokat is. Elmenjük Oribozba, mielőtt bármit csinálnánk, srácok, mit szóltok? Ez mind olyan cucc, ami maradós. Nincs a toalett között hajnal 2-kor sikerült 25 perc alatt megtennem az oda-vissza utat. Az.
is azt mondta, hogy most mindenkinek fáj. És ezt mivel magyarázta azt, hogy mindenkinek is fáj. Jaj, hogy akkor megyek. Kertbe. Passz, oké. Okay. Lehet, hogy tavasz van aztán. Hát legtöbbeknek a kerti munkák miatt. Ja, mondjuk... Ha amiatt fájna nekem is a derekam, akkor nem panaszkodnék, de nem... Ja, Miklós! Átadom, mi újság! Hogy Svidrolubán szegénykém dolgozik, de hosszú hétvégéje lesz. Úgyhogy holnap már végre találkozhatok Rolival is, szombaton együtt fogunk főzni. Szombaton megtartjuk végre a zsetonnyeremény versenynek a szivatását, ugye az 5 alkatrészes turmixot a főzősó végén. Szombat este spoiler alert végre, srácok! Yeah, baby! Amiben az Interstellar, vagy a Csillagok között című filmről fogunk beszélgetni, én már nagyon-nagyon várom. Vasárnap dupla Roli stream, úgyhogy eléggé mozgalmas hétvégére számíthatok, srácok. Várunk mindenkit szeretettel majd a sok-sok streamre! Yeah! Titokban átesünk a Covid-on és az ilyen utóhatás. Lehetséges! Bár mondjuk szerintem, ha én elkapom a Covid-ot, az tudja, hogy rámegy a tüdőmre, mert egy sima megfázás rámegy a tüdőmre, srácok, úgyhogy... Én meg azt hittem, túl hirtelen emeltem 5 tónát és azért... What?! Mi vagy te targonca? Ennyi! Antik a targonca. Igen! Antik! Azt beszéltük Rolival, hogy meg lesz csinálva a lazanya. Meg valószínűleg megcsináljuk a székelykáposztát is. Ilyen brutál nagy főzőcskézés lesz szombaton, srácok. Szupi-szupi nagy fűzőcskézés lesz, gyerekek. Az egy nagyon-nagyon jó film. Ugye a spoiler alert az ilyen filmkibeszélős műsor. Igazából, úgyhogy érdemes még egyszer megnézni a filmet, és hogyha van kedved beszélgetni róla, akkor szombaton este várunk szeretettel majd a spoiler alert adásunkra, amiben ki fogjuk besízni a filmet. Volt már 3 adásunk egyébként, 3 spoiler alert adásunk. A legelsőben a Joker című filmet beszéltük ki, utána az én kedvenc filmem került megszavazásra, ami az Őslakó, és a legutolsóban pedig az Interjú a vámpírral című filmből beszélgettünk, úgyhogy jó. Jaja, lesz lazanya! Azt beszéltük Lolival, hogy lesz lazanya. Tudod, ez olyan, mint a mi az már a terhes nőknek a férjei, amikor átélik a terhesség borzalmait, az tudod, az ilyen szimpátia terhesség, ez meg ilyen szimpátia fájdalom. Antiknál átérzi a targoncák fájdalmait. Ennyi, ez is megvan. Hát azért az elég durva mázsákat mozgatunk, még hogyha kisebb mennyiségben egyszerre, de akkor is az... Most arra megvan a rekum ezzel is. Yay! Képzeld, Harry a hernyó. Nem mondod? Ú, de kíváncsiak, hogy milyen pilagó lesz belőle.
Ugye attól függ, hogy milyen milyen pillangó, hogy mennyi ideig tart majd átalakulnia. Ó, ez mennyire jó! Csufi. Én nagyon szeretem az éle pillangókat, szerintem nagyon cukik, olyan, olyan kis szuper fluffik. Ó, vegyem meg a mountot, srácok! Minden animába kerül. Most még ezért, amit meg akarok csinálni nagyon, az végre felupdítani a királynő kertjét teljesen, és elkezdeni kikelteni a lelkeket, mert már annyi van belőlük, mint a szemét. Annyi van belőlük, mint a szemét, srácok. Nagyon durva. Na, leadom a... az animát, ami van. Aztán irány Uribos. Ja, most 12.000 kell a következő szintén, aztán meg 15.000. Normál metapod. Én ahhoz szálltam az összes pillangót. Ismerek olyat, aki fél a pillangóktól, srácok. Halál komolyan mondom. I can't carry any more of those. Eladok mindent is. Take pride. Mindenek előtt irány Uribos. De miért? Szerintem nagyon cukik. Az éjjeli lepkék, azok különösen cukik, mert nagyon olyan kis pihések, ilyen kis pufik. Nagyon kis cukik. Mmm, 800 gold egy questből. Nice. Ez jó lesz. Na, irány Uribos, irány a bank. Faktatban hó esik, lókukit, dehogy esik hó. Jó, sashimi! Vizós! Megijedt tőlük, mikor felé repültek. Macsó férfi lehetett, maradjunk ennyiben, oh my god! Szia, Loki! Dehogy van, csak róluk nevezték el. Semmi, a pillangók cukik. Nézd meg, milyen kis cuki, kis fluffy. Nagyon cukik az érélepkék. Pók feléd repül a szárnyán, az biztos ijesztő. Ez így van, az para lehet. Attól még szerintem én is megérdék. A pillangó effektus az nem a pillangó miatt van, csak róla nevezték el. Ez nem, ez egy hasonlat, gyerekek. Ez egy hasonlat. Van az az óriás szúnyog, amilyen fél... tudjátok, hogy hívják az egyébként... nem szúnyog, az egy moszkító fajta. Angolul úgy hívják őket, hogy long daddy leg. Ami tök creepy szerintem. Hajnali 4-től délután 5-ig melóztam, most értem. Szép. A kis 13 órás műszak. Nice. Hát effektíven nem pikkelyes a szárnyuk, de úgy néz ki, mint hogyha pikkelyes lenne. De egyébként lehet hallani, amikor a pillangó repül. Attól függ, hogy milyen pillangóról beszélünk. Nagyon tudnak dongani a pillangók is. Főleg az élelepkék, azok nagyon hangosak tudnak lenni. Áfogyok az áfonyás muffinok? Én nem kaptam áfonyás muffint. De tök jól néztek ki egyébként. Remélem, fini volt. Ah, én is azért gondoltam, hogy kéne sütni muffint, de nem mertem a hátamba semmit csinálni. Füzücskézni is így, mindig meg kell szakítani, amit csinálok, aztán a muffin az nem egy olyan dolog, amit összekevered, aztán ott hagyod. Na, irány a bank. Alig várom már most, hogy ugye itt a tavasz, legyen friss, szabad termesztésű, ilyen már bogyós gyümölcs, ilyen eper, meg málna, meg ilyenek, és akkor ott csinálj ilyen vegyes gyümölcsös
muffint. Alig várom már a friss gyümölcsöket, srácok. Uff. Nem várom a friss gyümölcsöket. Fixen hallod, hogy bereg. Lehet hallani, ahogy bereg, igen. Ez is látok, ez kéne hozni. Csattogós lepke? Mi az a csattogós lepke? Valahol tornádó lesz. Na nem, mit szívtál már megint? Ne tudok hozzá. Pff, a 13 órát letolni maszkban, az nagyon durva. Én fél óra után elkezdek fulladni tőle egyébként. Nem mertünk sokat egy papírba tenni, laposak lettek, de az íze fincsi volt. Ennyi! Egyébként nyugodtan, hogyha az én receptemet csináltátok, akkor az 10 muffin. 8-tól 10, attól függ, hogy mennyi elfonyát raktok bele, de én általában 8-9 között, 8-10 között szoktam intézni a dolgot. A 9 az a tuti, az pont ilyen közepes, de egyébként maga a recept 8 muffinra van téve. Nem volt csatogós lepkém. Én nem voltam csajos gyerek, úgyhogy valószínűleg azért nem volt. Én BMX-en nőttem föl, ami nem igazán csajos történet. Az utca... Ú, tényleg az utcán is kötelező most már otthon a maszk. Ja, hogy azt a kölkök tolják. Á, nem volt olyanom. Nem volt olyanom. A legelső legkedvencebb játékom, amire emlékszem, az egy rendőrautó volt. Meg ezen kívül volt egy kombájnom, amit nagyon szerettem még. Aztán egy kb. Ennyi. Az voltam. Ugrattam vele, meg minden megtrükköztem vele. Nem voltam profi, de azért igyekeztem. Alig van már hely a bankomba, srácok. El kéne kezdeni komolyabban foglalkozni a profokkal. Most már. Egy vagyon van egyébként itt nálam elraktározva. Most mehet ide. Végén egy kerekén guruló lepke, ami kerekek mozgásával együtt csatogtatja a szájat, és mindez fából van. Legalább gyerekek szerettek. Á, én igazi bandita voltam. Én még 13-14 évesen is kint rúgtam a port a srácokkal egyébként. Lehet, hallom, így, hogy így leírtad, így azért valami dereng, valamennyire ismerős a történet, de nekem olyanom soha nem volt, nekem az nem tetszett soha. Ha csiga elkezd búgni, az lesz a búgó csiga, ne már. Oh my god. Ebből van 22, az még mindig elég kevés. Annyira idegesítő, hogy növények is kellenek a Leather Workinghez. Jó, mondjuk mindig is kellettek más profokhoz tartozó cuccok, de az én a... egész jól állok. Oké, sem vészes. Korszogja berakod, cög. Tudom mennyi lelkem van már kikinőket kikeltetni. 1000 évig tudok tartani, mire kikeltem őket.
Nagyon fel kéne már update-elni a királynő kertjét. Ez husi, ez husi, ez husi, ez husi, ez husi. Ásványok, ez bankba. Szóval azt az kell. Kozmetik. Ezek már mennek a Runecovernek. Ez megy a fahába. 536 pet charm, nice. Lassan, de biztosan haladok, srácok. Nem, akkor lesz a pofám, velem is megpördül, de hülye vagy. Leila, lol. Bugocsigám az volt. Volt, bugocsigám nekem is volt. Az, az nekem is volt. Azon gondolkozom. Ez volt, ez a fishing pólom. Ó, kéne pecázni is. Minek tartogatom, azt nem tudom. Ezt úgy sem fogom használni. Ja, azt mindig elfelejtem használni. Egy kulcs. Beyblade, az mi? Sötét herceg, szia, szia! Mi újság, üdít nálunk. Hocs mint. Mi az a Beyblade? Google barátom már megmondja. Ja? Én kérek elnézést. Nem vagyok eléggé kultúrált ahhoz, hogy tudjam, hogy mi az. PvP-re mennék DH-val, de senki nem jön. Á, hát a PvP az most nem nagyon dívik. Mindenki PvR-re van rákattamva, hogy azért gírelődjenek. Ennyi a szem. Szerintem még egyébként én egyszer se pecáztam itt Shadowlands-en. És mit csináltok a Beyblade-del, srácok már? Jól néz ki, az egy dolog. Ez ilyen gyűjthető cucc. Begyűjtöm az összes animát is. És nincsen olyan sok. Ez kell a nózim. Hi allergia. Ez most éppen horda. Ja, csatázni lehet. Soha nem láttam, hogy használja valaki, vagy csatáznak vele, vagy ilyesmi. Nem is ismerős egyáltalán. Az első kép, ami megakadt a szemem, srácok, a Beyblade-del kapcsolatban, tehát így. Hány évesek is vagytok? Ez a kis csávó talán ma 6 éves. Ez nagyon, nagyon kisgyerekeknek van ezek szerint. Oops.
Aki pörgött a legtovább, az nyert. Elmúlt. Igen, addig róla tudom. Csak poénnak szántam, csak poénnak szántam. Üreges fémteste van, és a pumpálomhoz... Jaja, a tetején van egy izé, amivel pumpálni kell, és úgy pörög a csiga. Pedig akkor még körök voltam én is. 20 évvel ezelőtt. Már mondom, én utcakörök voltam mindig is, úgyhogy nem nagyon estem bele az ilyen trendekbe. Soha. Veszük a napi áldást. What is it you desire? Veszük a küldiket. Ja, elég jellegzetes hangja van a búgó csigának. Most egy csomó kedves gyerekkori emlék tört rám. Így a búgó csiga kapcsán. Jó volt köröknek lenni. Úgy hiszem, hogy elfoglalja az egész asztalomat már megint. Mostan bealszik. A rújcicáról tudni kell, hogy ő kinyúlva alszik. És amikor kinyúl, kifekszik, akkor ilyen hosszú a macska. Magyar Honban. Hát én akkor már túl öreg voltam az ilyen játékokhoz. Valószínűleg azért nem kapott el a láz. Én nem gyűjtöttem egyébként semmilyen játékkártyát, semmi ilyesmit. Anno a turborágóból gyűjtöttem ugye a kocsikat bátyámmal, de abból is nagyon gyorsan kinőttem igazából. Már én is ittam akkor a sitarokat, de animét mindig szerettem nézni. Ágám érdekes módon soha nem kapott el az animaláz. Az első és szerintem az utolsó anime, amivel effektíve valamilyen szinten kapcsolatba kerültem, az a Shongoku volt, és én kinyúltam attól, hogy 30 másodpercig nem mutatnak mást, mint hogy körülbelül 2 mm-nyit mozdul a karakter, és így... Hát így... Nekem nem. Nem nekem való. Az ilyen nyálazós tetkó, na azt gyűjtöttem. Én mindig is tetkómániás voltam. Azt gyűjtöttem, de azon kívül nem nagyon vittem túlzásba a gyűjtögetést. Halk most a játék. Mennyire halk a játék, srácok? Adjak hangot rá? Csak
800 gold, csak simán az ölembe fog potyani. Jeeeej! Szeretem az ilyen küldiket. Igen, nézem a csetet. Egy pillanat. Legyünk kultúráltak, megköszöntöm a szegény céget. Micsoda, visszagondolva, Fulundi az egész. Bekapod a cukorsziruposságot, és azzal a nyállal nekiállsz felkenni a tetkót, amíg ennél ronda. Kultúrtalan és némi kép ragod. Hey, Cita, mit csinálsz? Te mit csinálsz? Há? Leszette az emlékeztető cetlimet a monitorról. Bolond vagy. Hagyjad ott, ahol van. És némiképp ragadó színes volt a tested, ami messziről nézve talán hasonlít valami Disney karakterre, de leginkább nem. Hát igen. Cica! Látjátok, mit csinál? Nem látjátok. Látom, jól vagy, kis cicám. Most már játszhatnék ott van, egyem a szíved. Ha, most már játszhatnék ott van, babám. Örülök neki. Kékes, zöldes festéken maradtak meg a tetkóból, ami olyan volt, mint hogy csúnyán beverted volna magad. Lol, igen. Én egyébként a dinós tetkókat nagyon szerettem még. Tele voltam mindig raptorokkal, meg triceratopsokkal, meg mindennel. Legjobb. Legrosszabb az volt, ugye én kiskohalason nőttem föl. Ott ugye van egy elég híres termálfüldő, ami nem tudom most milyen állapotban van, de annó még jó volt, a lényeg az, hogy nyáron állandóan mentünk a strandra. És a legrosszabb az volt, hogy fölküszködtem magamra az én kis dínos tetkóimat, aztán mire vége volt a napnak, addigra leállzott minden. Még mindig oda lettek a tetkóim, és kezdtettem mindig előről a tetkózást. Játszhatnék odan kis cicám. Ez azt jelenti, hogy jól vagy, jövök neki. Kis bolondom. Egy. Nem egészen ezt akartam. Ah, nem raktam ki a húsokat. Mindegy majd. Most úgy is lesz még belőle.
kéne állni, fölhúzni a Leatherworkinget, de annyira lusta vagyok, hogy ez valami hirdetlen. Csináljuk meg gyorsan ezt a questet. Hol vannak, hol vannak, hol vannak, hol vannak, hol vagytok? Ott. Megvagy! Ja, Robin! Mizu, mizu, mizu! Hát azt nem igazán mondanám, hogy jobban vagyok, mert sajnos kedden sikerült megint meghúznom a hátamat, pontosan ezt az izomcsomót. De hát van ez így. De köszönöm szépen, veled mi újság, kocsmi. Köszönöm szépen! Igyekszem, igyekszem. Meg kell tanulnom, hogy most már oda kell figyelnem arra, hogy hogy mozdulok, mert úgy néz ki, egyik napról a másikra öregettem 50 évet, és nem bírja már úgy a szervezetem a mozgást, mint előtte. De amúgy minden oké. Jaj, köszönöm szépen, cuki vagy! Igyekszem, igyekszem. Ennyi! Sajnos nem fiatalodunk. Ez már csak így van, srácok. De büszkén viselem az évek alatt szerzett sérüléseimet. Éppen valamelyik nap viszkedett az állam, ugye megvakartam, és megtaláltam a sebet rajta. Kétszer repett föl az állam, kölökkoromban, van egy elég hosszú seb. Egyszer össze is kellett varni. Eszembe jutott akkor néhány ilyen fiatalkori sérülés, meg úgy egyébként, amiket szereztem az évek során, hát úristen. Úristen. Na, haladjunk, haladjunk. Na, farmolgatsz, farmolgatsz! Na, van egy kis lag. A szép! A szép! Na, akkor tényleg rákattantál. Hát jó kockulás neked. Az a lényeg, hogyha élvezed. Azért kockul az ember. Jó esetben.
Szia, szürke Wolf! Mi újság? Kedvetlen nézelődő nézőnek! Jaj, csíkom a köszönéseidet. Na, haladjunk tovább. Ki a 20%? Mi újság veled? Hogy mint? Anya sütötte, főzötte mostanában valami finomat. Örömmel jelentem, szombaton itt lesz Rogy a főzősón, úgyhogy lesz lazanya és a székelykáposzta is. Jó dumáid vannak. Ez tény. Hey, de miért nem kaptam meg ez a... Uzi? Elnézést kérek. Nem kaptam meg a százalékomat. What the actual fuck? Bugos fos. Javasom a csetet egy pillanat, csak éppen idegesít, hogy megkapom meg az utolsó 20%-ot. Pedig már több adagot is kinyírtam. Na végre. I can't loot that. Ennyi, gyors. Nyúzok, ó! Oh. Jön ám a heavy hide, lol! Ja, mondjuk ezek izék voltak. Erősek. Különös most fő a tojás a sonkához, vacsorára, holnapon már ázik a lencse főzelékhez, leveshez, mert még nem lett eldöntve, mi lesz belőle. Én meg tolom az onit és élvezem a pihit a melló után. Ennyi, így kell tölteni egy kellemes délutánt. Jó kis fő tojás. Fő sonkával. OMG. Jó is az, jó is az.
Ja, ezek egyet nem adtak, mennyi kell még? 10. Hol van, hogy mester klónfőnökünk dolgozik? Kérlek szépen, nem vagy azért buzi vagy. Te buzi vagy. Ő kérlek szépen dolgozik. Ó, belem akartam belőzni. Viszont hosszú hétvégéje lesz, például szombat vasárnap 100%-ig itthon van, úgyhogy lesz egy csomó streamünk. Holnap azt hiszem Space Engineer lesz, szombaton is dupla stream, ráadásul szombaton végre megcsináljuk a Turmix Challenge-et Olival. Ugye már, hogy itt lesz a fűzősón. Úgyhogy a fűzősó végén megcsináljuk, és este spoiler alert, amiről ugye szintén itt van Roli, vasárnap meg dupla Roli stream, úgyhogy jó kis hétvégi elég tűzünk. Hál' Istennek! I don't have a target. Lesz a 10. Please! Egy! Egy se. Jó, van, menjünk innen kifele. Ha tudunk. Nem szeretem ezt a labirintust. Elvegyünk másik területre, úgyis kell még ilyen glittering kivét is fognom. Elmegyünk oda föl, az lesz a legjobb szerintem. Az, hogy mindig lusta vagyok leszállni a hátosról, hogy begyűjtsem a növényeket. És így... Miért vagyok kombatba? Ne szíves már. Ezért. És így elég sok növényt nem gyűjtök be, mert egyébként begyűjthetnék, úgyhogy sokkal több növényem lenne már a lövőkénkhez. De hát így el az, aki lusta. Na, rögmester. Ajné, közben kávézunk. Fölpakolom szerintem a lábamat. Kezdve kicsit fájni derekam. Ezt a pozíciót kell váltani. He, tudjátok, aki öreg, az így jár. Új. Oké, meg vagyok. Kávé! Happy day! Azon gondolkozom, hogy mikor ettem utoljára lencsefőzeléket, srácok. Azt tudom, hogy szilveszterkor akartunk csinálni. Mármint ugye új évkor elsején. De azt hiszem, a végén nem csináltunk.
Legalábbis nem emlékszem rá, hogy ettem volna. Lencsefűzeléket. Pedig én nagyon szeretem. Azt nagyon szeretem. Alapjáraton nem vagyok lencsés, de lencsés? Baszki. Főzelékes. De van néhány kivétel. Ilyen a lencsefűzelék is. Ami fincsi. Hát mondjuk lencsét mostanában inkább csirásztat vettem. Mindenféle sali féleségekbe. Uff, nem fincsi. Itt a harmadik. Na. Dallott szivárvány van. Most látom, csak nem tudom, hogy itt van el. Fölmegyünk oda föntre. Ez minden, ami nekem kell majd. Olyan jó itt a zene, annyira szeretem hallgatni. Ez az. 44 megvan. Na most már csak virágító bogarakat kell gyűjteni. Húsvét mikor lesz idén, srácok? Most lesz valami húsvét, nem? Most április végén? Április szokott lenni, nem? Mert hogy ugye tavaly is volt tojásfestés live-unk, szerintem idén is lesz, húsvétkor, és Csiga ötletén továbbmenve, ugye aki beváltotta a pontokat, és azt kérte, hogy struc tojást főzünk majd főzősóba, amin egyébként dolgozom, rendeletlenül srácok, amint meg lesz a struc tojás, azonnal feltörjük majd. Szeretnénk struc tojást festeni majd. A húsvéti tojásfestős live-ban. Ez tök poén lesz. Kettő is. Köszönöm szépen!
Kerítsetek egy fűrészt is. Igen, mondjuk ez egy picit ilyen aggodalmam, hogy nem tudom, hogy fog tudni feltörni. Mert egyébként jó lenne minél jobban megtartani a, vagy megőrizni a tojás héjat egyébként, több poén lesz. De majd meglátjuk. Látjuk, hogy sikerül. Az a baj, hogy ahol most jelenleg van ehető friss strucc tojás, az a farm az London mellett van, és ugye jelenleg tilos az utazás. Csúnya pénzt kell érte fizetni, hogyha elkapnak, és ugye Angliában mindenben van kamerázva, úgyhogy nem szeretnék 2000 fontos csekket fizetni és strucc tojásért. Ők nem szállítanak ki, akik meg kiszállítanak, azonnal meg éppen nincsen friss strucc tojásuk, ugye ehető strucc tojás, úgyhogy így anyádok. Úgyhogy ha valamikor április végén lesz húsvét, az azt jelenti, hogy el fogunk tudni menni a tojásra, hogy megnézem, mikor lesz húsvét, srácok. Easter 2021. Április 4. Fuck. Egy kicsi kalapácsot, Roli kemény megoldja. Ti kifurtáltok? Meglátjuk. Meglátjuk, hogyan tudjuk feltörni. Lófacit vagyok kombatba. Vagy akarunk majd venni, mert lehet venni a csak tojás héjat, a strucc tojás héjat, amit már eleve kifújtak. Meg ugye lehet venni friss tojást is. Vehető tojást. És mi akarunk venni tojás héjat is. De hogyha április 4-én lesz húsvét, akkor valószínűleg még várni kell majd az ehető strucc tojásra. Az a baj, nem szállítják ki az egész strucc tojást, mert előfordult többször, hogy a kiszállítók összetörték a tojást. És ugye hát nem olcsó, úgyhogy nem igazán voltak hetik. Sem a vásárlók, sem ők, úgyhogy ők már nem küldenek ki, tehát el kell érte menni. Akik meg vállalják a kiküldést, azonban most még mindig nincsen friss strucc tojásuk. Ugye most kezdenek majd kotlani effektíve, és elsősorban mi az már fias tojásokat tojnak most. A tyukok, a strucc tyukok, ami egy kicsit furán hangzik, strucc tyuk. És ugye azokat megkikeltetik és eladják a csibéket, vagy pedig akikkel hető tojásokat adják el. Ugye abban van a legnagyobb pénz. Ma meglátjuk, valószínűleg fúrás lesz egyébként belőle, csak attól félek, hogyha fúrjuk, akkor tele lesz tojás darabokkal. Vagy tojás héj darabokkal maga a tojás, és ugye ezt meg akarjuk enni. Nem tudom. Majd meglátjuk, szerintem jó poén lesz, mire beletörünk strucc tojásba. De hogy mit csinálunk belőle, azt nem tudom, mert hogy egy strucc tojás az 24 csirke tojásnak felel meg, ami azt jelenti, hogy az rohadt sok. Ugye nem tudom, hogy mit fogunk belőle csinálni egyébként. Egy hét tojást fogunk enni tojással. Lehet, hogy többféle kaja is lesz belőle, majd csinálunk ezért fritattát, meg csinálunk rántottát, csinálunk omlettet, meg tojásfelfújtat, meg mindent is. Lehet, hogy csinálok majd ezért. Ugye a tojásfehérjéből mi a neve? Magyarul? A karácsonyfára is szoktuk akasztani. Fehér, sült tojás fehérje. Jeez, mi a neve? Habcsók, azaz habcsók, azt mondom, habcsók a neve. Még segítek megenni? Hát lehet, hogy lesz vele gondunk majd. Hétig tojást fogunk enni. Egyébként. Habcsók, igen, habcsók, azaz habcsók. Ugye annyi tojásfehérjéből annyi habcsókot fogok tudni csinálni, mint a szemét.
mondjuk elég hosszú a sütési ideje, úgyhogy ez nem lesz kész a live ideje alatt, de majd a végeredmény meg fogunk mutatni. Csinálok pavlovát! De régen ettem pavlovát! Hű, gyerekek! Addigra már lesz a friss bogyós gyümölcs is, nem ez a műanyag ízetlen szutyi. Csinálok pavlovát, gyerekek! Az jó lesz! It's not ready yet. Egy kis kalcium, nem? Hát nem jó ráharapni a tojáshéjára, de ja, hogyha óvatosak leszünk, akkor elméletileg nem lesz belőle gond. Egy nagy Wiling tojásos nokedli megy a... Oh, shit, tényleg tojásos nokedli! Na, az eszembe se jutott. Annyi tojásból olyan tojásos nokedli lesz, hogy hajjaj! Az biztos, hát 24 tojás, rengeteg gyerekek. Rengeteg. Föl, aztán megcsináljuk a lentit. Tírirírirí! Hát vagyok annyi palacsintából tényleg annyi tojásból tényleg rohadt sok palacsintás. Ó, egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé mérges esztike. Ugye rendeltük még 8-án, most van 18-án, tehát 10 nappal ezelőtt. Rendeltünk 3 serpenyőt, ugye mert a mostani serpenyőm az már eléggé megvan gyalázva szegényke. De mindegy, a lényeg az, hogy rendeltük 3 serpenyőt, ezek között van egy palacsintasütő, és még mindig nem jött meg. Először azt írták, hogy igen, úton van, majd ekkor meg ekkor jön, 11-13-a között érkezik, nem volt itt 13-án. Akkor rájuk írtam, hogy hello, mert mindig nincs itt, de semmi tracking information, ugye, hogy mihez van, le tudjam ellenőrizni, hogy merre jár, meg ilyesmi, semmi. Aztán azt mutatta az Amazon, hogy kiszállítva, mondom a banyátokat, az van kiszállítva, akkor utána meg átváltoztatták arra a státuszt, hogy még kísérlet küldve, és így azóta úgy áll. Se válasz, se semmi. Banyátokat. Eztik egy kicsit méges. Várom a serpenyőmet. Azóta is. Struclángos. Egyébként az egyik farm, akik tartanak struccokat, náluk lehet venni mindenféle ilyen egzotikus húst. Úgyhogy róla még nem egyezett bele, de elméletileg fogunk enni krokodilt meg ilyesmit. Majd valószínűleg lesz egy ilyen
főzősó külön kiadás. Egzotikus húsokkal. Nem kíváncsi vagyok vele. Meg ugye lehet náluk struccúst is venni. Szintén nem ettem. Kíváncsi vagyok rá. Meg van náluk kenguru is. Ami nagyon poén lesz, mert ugye a barátnőm meg tudja, ki fog röhögni. Mert ugye ő Ausztráliában él. A párja ausztrál. És náluk a kenguru az olyan, mint nálunk a patkány. Kártevőként írják őket, úgyhogy... És nem eszik a húsát, csak a benszülöttek eszik a kengurút. Nem kívánság műsor! Hát ez ugye nem kóstolós történet lesz, mert... Már ugye meg kell főzni, meg ilyenek. Bár lehet, hogy majd besúvasztom a kóstoló keretein belőle, aztán nem lesz választása. Majd meglátjuk. Kibaszott egér. Vissza kéne már küldenem. Szegény egeremet minden egyes Vovolive alkalmával megértem, csak ezt nem mindig elfelejtem. Mert egyébként nem használom az oldal gombjait. Csak Vovhoz. Kenguru lángos! Vagy a kenguru steak. Sajnos srácok, ki kell hunyanúzni, ma? Rendetlenül kapok levegőt. Egyébként a kenguru hús az állítólag olyasmi, mint a szarvas hús. Ilyen nagyon, nagyon sötétvörös hús igazából. Kenguru hús lángos tésztában. Holnap egyébként sütni akarok a holnapi recept videóhoz. Akarok csinálni fokaccsát. Amit már 1000 éve nem csináltam, úgyhogy egyszer sem biztos, hogy jól sikerül majd. Ami ilyen kenyérlángos-szerű, kenyérlepény-szerű valami, olasz egyébként. És mindenféle ízű, féle fajta lehet. Úgyhogy azt akarok holnap majd csinálni. Ugye kaptam friss élesztőt abban a bizonyos boltban. Ahova illegálisan mentünk el Rolival, és fel akarom használni, mielőtt tönkre megy. Holnap megpróbálok csinálni, és fogadjátok, srácok. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom. Az nem igazán lángos, mert ugye a lángost azt olajban sütik ki. Ez meg sütőben sül. Tehát ez inkább... hülye, még oda akartam menni. Az inkább kenyérlepény, nem lángos.
szaladjunk le, gyűjtsük be a jó népet. Majdnem meghaltam. Gyűjtsük egy kicsi HP-t. Pusztulj már meg! Nem mondott 95%. Kérdélyet nem tudom mennyi, hány százalékot ad egy. Kinyírok kettőt. Nice. Ez is megvan! Hogy vagyom én mindig kombatban, ez szívas már? Na azért. Beszél rosszodat jöttem ki. Várom már a repülést. Kicsit gyorsabb lesz majd a tesztelés. Jó lesz, ó, yes. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy mihez fogják majd kötni, mert elméletileg nem kell hozzá majd repül. Ami mondjuk megvan, tehát így szerintem ez a eddigi legegyszerűbb repúzás volt. Nagyon gyorsan összejött az összes Exalted. Ugye nem tudom, mihez fogják majd kötni. Kíváncsi vagyok, milyen achievement kell majd. Valószínűleg Covenant Renown-hoz fogják, Renown szinthez fogják kötni szerintem. Van egy olyan haloványlila érzésem. Most már megint tele van a tatyúm. Unbelievable! We will hunt the hunters.
kedve. Örényre vadászok, de nem nagyon találok. Vajon miért? Lol, de lököt vagy. Állítólag a bölényhús egyébként a kajás vagyok. Ezt így most megmondom, srácok. Én már ilyes vagyok, pedig live előtettem. A bölényhús állítólag olyan, mint a vaddisznó. Csak nem olyan zsíros. Ki kéne azt is egyszer próbálni. Én a kígyóhúst akarom egyszer kipróbálni minden áron. Az nagyon jó lenne. Az meg állítólag olyan, mint a csirke. Majd kiderül. Tudom! Otthon nincsenek bölények. Na, adjuk le az animát. Mivel kockóz egyébként? Mint megy a bülényvadászat? Valamint nap azon gondolkoztam, hogy kellene elárkozni. Ugye, ahogy beszélgettünk a legutóbbi Roli Horror Show után, ugye akkor szóba jött, hogy még királynő, meg drága pár éppen árkoznak, aztán így elkapott az árkozhatnék. Itthon bőrények nincsenek, de igen sok marha. Az mindenhol van! Hunter klasszikozol! Tizenkét rezervátum, 45 állatfaj. Több mint 100 féle fegy, ez komoly, ez durva tud. Free to play ráadásul. Hát hajrá, hajrá! Nem játszottam még vele, nem ismerem a gémet. Mondjuk nem vagyok effektíve egy nagy vadász. Mármint nem a vonza sportgyakorlás. Valami küldöm a sportgyakorlás hím bölényt. Na hát hajrá, hajrá! Na nekem még van egy pár quest, amit megcsinálok, addig kihúzom fél lábon is. Aztán lassan ennyire ezt már a srácok, mert már kezdeném fájni a hátam. De még a napi kötelezőt megcsinálom. Tehát följöttem egy kicsit, megcsináltam a, ugye, a heti küldiket, lementem a pokolba, meg ilyenek. De azt is így, nem tudom. 3-4-szer felkeltem, mert megcsináltam a napi dolgokat. Úgyhogy, jéj! Jó volt, most meg az élethúzomba leülöm. Már írtam a hátam. És van 2-4... 600... 700... 800... 20... 33... 833 volt. Az a 3 küldivel azért az nem rossz, ezt gyors összeszedem. Hát ugye, hogyha ilyen vadászat szimulátor, akkor nem csoda, mert ugye, hogyha valóságban vadászol, ugye az órák, mire jön a vad, meg ilyenek. Csöndbe kell lenni, oda kell figyelni szél irányra, meg ilyenek, úgyhogy az a jó. Akkor az igazi. Jajjajjajjajj!
és egyébként az ilyen szimulátorok, mindig is gondolkoztam rá, hogy ki kéne próbálnom a farming szimulátort, azt szerintem tök poén lehet. Csak az volt, hogy nagyon időigényes. Egyébként... Majd egyszer, ha nagy leszek. Ma csak úgy ömlenek a heavy hide-ok. Mennyi van már? 5. Pedig nem is nyúztam most sokat. Ez jó arány. Az baj, hogy nagyon kell a leatherworkinghez ugye a bőr. Ezt ilyen 1000 goldért per darab lehet eladni. Mennyi van már a bankban nekem? 77. Ez egy elég komoly pénz van már nálom. The void took hold of Bastion's void. I need to target something first. Elég komoly, nem lehet csak úgy oda menni, szinte olyan, mintha tényleg élőben menne, Szirilán kell nézni, elég közel kell férkőzni. Nem mindegy, hol találod el, ha elrontod, kifut a világból. LOL! Na hát az a jó! Úgy az igazi. Nice, gyorsan megvolt. Angyalka kell nekem. Tadám! Távcsöves puskában nem lőhetsz nyúlra, és ha nem tartod be ezeket a... Helyes!
Helyes, de nyuszira nem társas puskával szoktok vadászni, legalábbis ha jól tudom. Itt le kell menni. Már mondjuk, miért ne? Végül is. Nem vadásztam még soha, úgyhogy nem tudom. Mert nyuszit nem tudnék bántani, ez a kurancok. Our enemies carry many burdens. Hát engem nem szeret a majonéz. Na hogy? Mi történt? Tényleg sürítes? Nem is gondoltam. Sürítessel menni a nyuszira. Ezért kasára is sürítessel szoktak vadászni, ugye? Két alkalommal kétszer nem állt össze elsőre, megint be kellett raknom a hűtőbe, hogy szétvenjen a tojás, meg az olaj, és újra tudjam majd kezdeni egy óra múlva. Hát a majonéz nem egy egyszerű dolog. Ez viszont tudjuk, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon türelmesnek kell lenni, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassan adagolt az olajat. Főleg az elején. És hát elég komoly kézmunkát igényel. Nem tudom, hogy robotgéppel kevered-e, vagy kézzel. Robotgéppel hamarabb elrontani. Könnyebben el lehet rontani. Nem tudom beszélni. Oh my god! A legtöbb minden lehet sörítessel. Mindig logikus, hogy nyuszira sörítessel. Menni. Meg akkor is előfordulhat, hogy kicsapódik, hogyha nem elég friss a tojás. Hát majonézt nagyon-nagyon friss tojásból ajánlott csinálni, csak is kizárólag. Meg szobahőmérsékletű tojás. Nem jó, hogyha hűtő hideg. Ja, hogy egyszerre rakott bele az olajat. Hát akkor jó, hogy előfordul, hogy kicsapódik. Lol. Lustaság. Azt folyamatosan kell adagolni. Lol. I'm out of range. Lol, egyszerre szoktam belerakni. Oh my god, és panaszkodik, hogy kicsapódik. Te lökött vagy! It's too far away. Narnia a nagyvadász! Nem lökött, hanem lusta. Hát igen. Oh my god.
gyalázat. Ez Gordon Ramsay meghal alá, leülteni a fejedet. Az biztos. Jaja, sokkal jobb, hogyha csöpögtetve lassan adod hozzá. Sokkal fluffibb lesz. Én nem mondom, hogy nem lehet összekeverni úgy egybe, biztos, hogy össze lehet. Megfelelő erővel. Ja, de biztos, hogy sokkal jobb az eredmény, hogyha folyamatosan adagolod hozzá. Az olajat a tojáshoz. De hát, ugye a kilusta az így járt. Mi van új titjám? Éhez vagy? Tigya. Halok. Tigya. Tigya, tigya. Kis dagadt láb is titjám. Ó, zsagunkém. Én duplájára be van dagadva a tapancsa meg a sípcsontja. Minél hangosabban szólnak hozzám, annál halkabban beszélek. Ezt egyébként én is így szoktam. Az nagyon jó taktika. Azt tudod, hogy a tojás frissességét meg lehet állapítani a vízbarak. Aha! Úgy-úgy. Meg lehet ám, meg lehet ám. Hát ugye, hogyha géppel kevered ki, akkor lehet egyszerre is. Technikailag folyamatosan adagolódik így is, mert a botmixer fejre megedi odozol. Hát... Akkor is lusta vagy, pont. Kézzel neki sem állok. Mondjuk nekem egyébként nagy mázlim, hogy én eleve nem vagyok egy hüdehajde nagy majonéz fanatikus. Ha olyan lennénk, mint Leila, tudni, hogy lekaparnám az arcomat, mert én, hogyha majonézt eszek, akkor a házi majonézt készítek, az esetek 99%-ában. Hogyha esetleg nincs itthon már eleve bontott majonéz, ami előfordul, mert Oli néha szokott venni, és kézzel kikeverni, az az elég komoly. Az elég komoly meló. Rolinak szoktam csinálni ilyen ízesített majonézeket, ugye, ami a főzős a sorozatban is volt nem egyszer. De amúgy nem nagyon majonéz ezek, hál' Istennek. Ja, te kell csak a kiámat begyűjteni, kérek el. Protect me. Szia Petra drága, mi újság? Kocsit behúzom a nagy fiút is. Zim, meg az, hogy árulnak a boltban nagyon finom majonézt, ennyi. Mind az Oliver, mind a Globus isteni, nem kell jobb. Ennyi. Figyelj, ha szereted, nincs vele semmi baj. Nincs vele semmi baj. Fanatikus, de szeretem a francia salátát, és jól áll a főt sonkár. Ez igaz? Nem szoktam enni, mert túl fehér és ízetlen nekem. Hát igen. Van, aki ezt szereti, van, aki ezt szereti. Heinz mayonnaise kifejezetten nem szeretem. Szerintem a Heinz mayonnaise a legrosszabb az összes közül. Egyébként. Ugye az a gond a legtöbb bolti majonézzel, hogy nem olajjal csinálják, hanem mármint nem olívaolajjal csinálják, mint ugye az eredeti majonézt illik, hanem pálmaolajjal, ezzel az olcsó foscsival, aminek eleve nincsen jó íze. Ugye a majonéz igazi ízét a jó minőségű olívaolajat jelenti, meg a jó minőség tojás. Ugye az, hogyha fehér a majonéz, akkor az már el van. El van rontva. Megy a játék nagyban. Na, jó kockolás neked, drága! Jó, hogy látom, hogy beköszöntél. Köszönöm szépen. Jó, látni téged is.
Pedig amilyen ház majonézt ettem, meg szóval volt szokás csinálni, az nem jött be, se az állaga nem volt majonészszerű, sem az íze. A, mondjuk ez is igaz, tehát hogyha nem tudják jól megcsinálni, akkor nem jó ház majonéz. Hogyha tartáros volt, akkor az túl savanyú volt. Meg hogyha nem volt majonézes az állaga, akkor túl hígre csinálták. Nem könnyű egyébként jó házi majonézt csinálni, ez tény. Ez sajnos tény. Majd egyszer, ha olyan kedvembe leszek, akkor csinálok nektek élőben házi majonézt. Megmutatom ezt, hogy csinálja. My service ends. Tudjátok, mit tennék már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régóta? Fahéjas csigát, gyerekek. De azt a jóféle fahéjas csigát. Lehet, hogy szombaton. De az, hogy ez megint teljes. Ez nem jó kell. Lehet, hogy egy kis hasmast megér majd. Még látom, mennyi élesztő marad, lehet, hogy szabadon csinálom a helyességet, srácok. Most elég komolyan elgondolkoztam rajta. Ráadásul, ha már fahéjas csigát csinálok, akkor karamellás, pekándós fahéjas csigát csinálok. De jó lesz. Próbáltunk, csak mindent összekevertünk jól, aztán nem értettük, miért nem majonéz állagú, aztán jobban utána néztünk a neten, és akkor tudtuk meg, hogy lassan adagolni kell az olajat. Igen, mert a... Ugye a majonéz attól olyan majonéz állagú, hogy levegő van benne. És ugye ahhoz, hogy megtartsa az olaj igazából a belekevert levegő borikokat, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon lassan kell adagolni a tojáshoz. Hogyha túl gyorsan adagolod, akkor túl nehéz lesz, azért esik össze, és azért csapódik ki. Igazából. Tehát a majonéz attól olyan, hogy levegő van benne. És megfelelő mennyiségű levegő van benne. Ugye arra is oda kell figyelni, hogy mennyi olajat tud fölvenni a tojás. Mert hogyha túl sok olajat teszel hozzá, akkor megint túl nehéz és összeesik. És az íz is amolyan egyébként, hogy a tojás-olaj arány az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ugye ez attól is függ, hogy mennyire friss a tojás. Meg milyen fajta tojás, tehát mennyire jó minőségű a tojás. Most én nem érjöttem. Mondjuk elmentek oda fölülre, ha már úgyis itt vagyok. De én, hogyha majonézt csinálok, akkor az csak is a szabadtartásos, szuper friss tojásból csinálom. Egyszer, hogyha nagyok leszünk, akkor lesz itthon tyúkunk, amit majd tojnak tojást, és abból lesz majd igazi finom tojás, és lesz annak finom tojássárgája, és majd abból fogod csinálni, hogy is házom, hogy nézni mindenfélét. Ugye attól függ, hogy milyen ízű a tojás, hogy mit teszik a tyúk. Úgyhogy ha jól vannak etetve, meg boldog tyúkok, akkor sokkal finomabb a tojás. I need to get closer.
mondta. De igen, a borzok miatt nem lehet tyúkunk, de majd, hogyha nagyok leszünk, akkor ezt a házat eladjuk, veszünk egy másik házikót, és majd oda tudunk készíteni borzmentes tyúkketrecetet. Ide is tudunk elméletileg, csak nem elég nagy hozzá a kertünk, azért szeretnék valami komolyabb, normális méretű tyúk. Szaladgálót. I'm out of range. Ők elméletileg napközben erre ki lehet őket engedni. De akkor is normál méretű őket szeretnénk majd nekik, úgyhogy az még odébb lesz. Búzaplusz, kukoricaplusz, 3 komplet falusi teleka menüje mindenek. Oh, nice! Na, azok a tojások biztos finomak. Az tuti fix. Boldog tyúkoknak finom tojásuk van. Egyébként a kacsa tojást szeretem nagyon. Egyébként voltak tudom kacsáink is. Na, ez is megvan, irány haza. Aztán irány Madraxus. Itt van még egy animás quest, aztán ennyi vár a srácok, mert már van nagyon sajgok. De mint említettem, holnap ismét live, utána szombaton dupla live, és utána vasárnap megint dupla live, gyerekek, úgyhogy... Úgyhogy jó lesz, új lesz, ahogy Roli mondaná. Már megvan egyébként a haditervem, hogy mit fogok rakni Roli turmixába szombaton. A főzősú végén. Valószínűleg válóok lesz. Eszti nagyon-nagyon gonosz. De már ő is kitalálta, hogy mit rak az enyémbe, úgyhogy... Valószínűleg ilyen hasmenős történet lesz mindkét oldalról. Jó lesz utána még live-olni majd, gyomorrontással. Mindjárt adok Rújtit a kajcízni, hogy ennivalót tudsz kajcízni. Kezdtek megcsinál anya, aztán ennyi vára. Amióta történt ez a kis balesete, egyébként is mindkét cica folyamatosan követ, de azóta nagyon, nagyon kis bújós új cica. Állandóan ott van körülöttem. Egyébként napközben ugye alszik, ilyen 1-2 óra körül szokott fölkelni, amikor eszik, megy az udvarra, meg ilyenek, akkor eltűnik pár órára. De most csak annyi időre ment ki, hogy gondolom elment vícére, hogy majd maximum 10 percet volt kint. Aztán jött vissza be, tudta hozzám. Kicsi
Tegnap este ki sem ment, egész éjszaka ott volt mellettem. Pedig éjszaka kint szokott hajbira ibízni egy kicsit. Fresh and Chill Guild. Ah, kéne már nem torgaszba is, srácok, de... Oh. Eszti mama már öreg az ilyesmihez. Oh. Neked a lábod fájni kap a hátad. Gondolkoztam a mindenféle kajákon, most olyan éhes lettem. Az a te hibád szűtje volt. Te emegetted fel a kaját. Csinálni az animálért. Ezt nem szeretem. Megcsináljuk gyorsan, aztán ennyi volt már a srácok. Ezt így megy és eldől egy kicsit. Aztán meg bocsi van. Rolynak majd mire hazaér, sütök sonkát. Tojást, kupit. Kedvenc kocsia, ráadásul gyorsan kész is van. Aztán holnap nagy sütés-fűzés. Kis recept videómhoz. Szorítsatok nekem, hogy sikerüljön a fokacsám. Uff, nagyon izgulok miatta. Ezer éve nem csináltam már. És hát ugye én a tél gyermeke vagyok, úgyhogy a ház effektíven nem olyan hidehaj, de nagyon meleg. Nagyon hosszú lesz majd a keresztési idő. De jó lesz, jó lesz. Nem hantolok senki down. Ó, lol, rögtön 4. Ez nem rossz. Ezek lassabban szoktak összejönni. Most nagyon gyorsan összejön. Meg jó. Ez a nagy fiú, az kell. Meg is van.
Simaniba. Még kettő, szerintem látom is a másikat is. Jól látom. Ahhoz van. Kész is van! Most gyorsan megvolt. Általában nagyon lassan adják a cuccokat. Jó! Na, hazaröppenek srácok, közben megyünk, megréderünk valakit. Ezt kinek le kell dőlni egy picit. De mint említettem, holnap folyt köv. A Rollival találkozhattok este, ha minden igaz. Azt hiszem Space Engineering-ezni fog holnap. Ha jól emlékszem. És, nem akarom elkiabálni, de hogyha sikerül megírnunk, amit meg kell írni, akkor holnap indul a Zöldség Világbajnokság is. Srácok, úgyhogy lehet majd nevezni. Ja, ennyi volt az anima. De repülünk is vissza. És ennyi? Azt hiszem, mindent akartam. Nem tudom, valószínűleg. Lehet. Menjünk is megtudunk valakit, srácok. Muszáj lefeküdnöm, elnézést kérek. Remélem, jövő hétre már jól leszek, és nem lesz ilyen gond. Na! Játéksarok. Ezer éve nem láttam, hogy fönt vannak, úgyhogy megrédeljük gyorsan a játéksarkot, srácok. SimCity-znek, ha jól láttam. Úgyhogy köszönjetek be neki, Zsuti, a kedves emberke, aki szerintem éppen streamer, ő szokott általában. Mondjatok el neki, ki küldött benneteket, Shadow Love, csak mint mindig. Mint említettem, holnap este Rollival találkozhattok, és szombaton is, és vasárnapon is dupla streammel várunk majd benneteket. Addig, hogyha nagyon unatkoztok, nézzetek fel a YouTube-unkra, ugyanis heti 7 videóval várunk benneteket. Úgyhogy van mit nézni bőven. Úgy, Eszti mama elköszönt, srácok, jó éjszakát mindenkinek. Jó étvágyat a vacsihoz, tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Elnézést kérek még egyszer a rövid live-ért, de hát Eszti mama. Ilyen kis hátfájós most, de igyekszem minél hamarabb jobban lenni, aztán majd letolom a szokásos 4-5 órás vlog-live-ok a gyerekek. Úgyhogy tényleg jó éjszakát, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Puszi mindenkinek, sziasztok! Mindjárt a kacsit egy pillanat, csak beköszönöm.